Szervusztok, szép jó estét mindenkinek, örülök, hogy ennyien eljöttetek. És ma a változatosság kedvéért a zenről lesz szó. Méghozzá egy olyan válfajáról, amely egyesíti magában a mahájána sok elemét, áll sok szép technikából, mint például leborulás, éneklés, ülés. Van nagyon szép interaktív gyakorlata, mint koan gyakorlat, közös munka gyakorlata például templomban vagy egyéb rendezvényeken. De a zen lényege mégsem ez. A zen lényege annak a tudatnak a realizálása, amely túl van életen és halálon, innen van a gondolkodáson, az érzelmen, a beszéden, a cselekedeten, és valahol egy olyan nézőpont, olyan tiszta tudat gyakorlatát tűzi ki célul, amely valahol az ember sajátja, a legmélyünkön igaz természetként jelen van. Az igazi kérdés az az, hogy mire használjuk föl az inkarnációnkat. Nem csak az a fantasztikus, filozofikus, hogy miért születtem meg, ó anyám? Tehát miért? Ezek a kérdések nagyon messzire tudnak vezetni, de nagyon ritkán van praktikus megoldásuk. Nagyon ritkán van cselekedhető útjuk. Ha másképp teszem fel a kérdést, akkor lehet, hogy messzebbre jutok. És ez semmi más, mint az inkarnációs cél, amiért megszülettem. Tehát valójában mi a dolgom? És ekkor a sorozatos miérteket, amelyek egymás ugye, szép körfolyamatait adják, ezeket kivágtam. És van egy valami, az a cél, amiért itt vagyok. Ez lehet sokszoros. Sok apró cél így egyben. Viszont az igazi kérdés a célok után az, hogy mi az irány. Az irány és a cél az ugye nagyon hasonló. Az irányvétel az kevésbé tárgyas. A célnek azt mondja, hogy az a célom, hogy nagyszerű ez legyek. Na de milyen irányban mész? Mire használod föl azt, hogy nagyszerű ez és az és amaz leszel? Tehát az irányvétel, a célképzet, az inkarnációs cél, ez nagyon-nagyon fontos, ezek szépen így láncban vannak. Ezek felfűződnek egy valamire, amit úgy hívunk, hogy az utunk. És ahhoz, hogy ezt az utat rendesen tudjuk járni, ahhoz elég tiszta tudattal érdemes bírnunk. Úgyhogy ha körülnézünk, akkor az emberiség jelenlegi állapotát nem valami borzasztó, végzetszerű állapot okozza. Végképp nem egy naptár, vagy valami lénycsoport, vagy látogatók, vagy egyebek. Ezt mi okozzuk magunknak. És hogyha belátjuk az okozatiság ezen láncolatát, akkor szépen elkezdünk más irányba menni. Ha nem látjuk, akkor viszont ez az egész, amiben mi vagyunk, a kondicionált lét, ez ural minket. Nem az a szomorú, hogy mulandóak vagyunk, hanem az, hogy nem tudunk a mulandóság fölé menni. Nem az a szomorú, hogy feltételhez kötött életet élünk, hanem hogy nem tudunk feltétel nélkül szeretni, együtt érezni, adni és segíteni. Nem az a szomorú, hogy tökéletlenek vagyunk, hanem hogy nem tudjuk tolerálni mások hibáját. Ha megnézed, ezek a dolgok nagyon párhuzamosak, nagyon összefüggenek. Hová kellene tehát eljutnunk? Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolat, nincs én. Ha még mélyebbre viszed, nincs élet és nincs halál sem. Ennek a megtapasztalása a zen kapuja. Csak a kezdet. És hogyha ezen belépsz, akkor szépen ahogy a karmádat meglátod és oldod, úgy válsz olyan emberré, amilyenné szeretnél lenni. Mivé szeretnél lenni? Azt nagyjából mindenki tudja. Azzá lehetsz? Vagy pedig az életünk nagy válságai után elkezdünk magyarázkodni, és széttárni kezdünket, hogy hát lelkem, ezért nem lehettem az, ami, és kérlek, érts meg, és sajnálj engem.
de mégsem lehettem az. Úgyhogy ez a fajta tudat, amit most ebben a mondatban elmondtam, ez feladta, ez valahol feladta, nem törekszik tovább. Ha belátom, hogy hibás volt a korábbi törekvésem, nagyon szépen, harmonikusan irányt tudok váltani. A zen nem ideálokban gondolkozik. A zen lehetőségeket ad. És ez a lehetőség mindannyiunk birtokában áll, ezt hívjuk Buddha természetnek, vagy a megvilágosodás természetének. És az útra lépés, az pontosan ezt jelenti. Felteszem a kérdést, ki vagyok én valójában? Vagy mi a lényegem? Mi az, ami bennem lát, hal, szagol, tapint, ízlel és gondolkodik? És ha már feltettem ezt a kérdést, és van bátorságom szemlélni a válaszokat, ahogy jönnek és mennek, akkor elindultam egy olyan úton, ahol az intellektuális tanulás jó esetben egynegyed része az egésznek. Amikor az intellektus megfutotta a maga tanulóköreit, és már érzi, hogy a kíváncsiság után cselekvés kell, akkor indul a második negyed. És a cselekvés az itt a gyakorlat, az a meditációs gyakorlat, amely nélkül nincs eredmény. Tanulmányozhatom a vizet, hogy a H2O hányféle állapotot vehet föl, nagyon sokat, nem csak hármat, nagyon-nagyon sok egyéb állapotot is. De hogyha a tanulmányok után nem iszom, akkor nem tapasztalom a vizet. Tanulmányok nélkül is tapasztalhatom, csak akkor nem tudok vele semmit sem kezdeni a tapasztalaton kívül. Nem tudom átadni, nem ismerem a működését, csak éppen tapasztaltam. Tehát a tanulmányokra is szükség van, és a tapasztalat nélkül pedig nem megy semmi, nem tudsz haladni az úton. Szó szerint, hogyha nem tudod, hogy a víz hogyan viszonyul az emberi testhez, akkor nem tudsz megtanulni úszni. Ha nem tudjuk, hogy a víz nagy magasságban hogyan viszonyul a repülőgépeknek ez a kis sebességmérő csövéhez, akkor a szerencsétlen pilóta nem tudja, hogy pontosan milyen magasságban van, mennyivel megy a gépe, és így már sajnos nagyon sok ember életét vesztette az Atlanti óceán fölött Rio és Párizs között. A csövek elfagytak, az adatok tévesek voltak, a repülőgép lezuhant. Tehát nagyon érdekes az, hogy a víz tapasztalata és a víz tanulmányozása az mennyire különbözik, de mennyire szükség van mindkettőre. És hogyha tapasztalom is és értem is, akkor tudom olyan állapotba hozni, amilyenbe szeretném. Ez a harmadik negyed. Tehát ha tél van és jégpályát szeretnék, akkor lefektetem a csöveket, megfagyasztom a vizet, jégpálya lesz. És mindenki kocsijázik boldogan. Ha árvíz van, akkor legyek szíves gátakat emelni, vagy árteret építeni, és akkor a víz pedig szépen ki tud terjedni. Ehhez nagyon kell tudni, hogy a víz hol fagy, hol olvad, összenyomható-e vagy sem. Kevesen tudják, hogy például a vizet nyomás alá lehet helyezni, de nem csökken a térfogata. Nem olyan, mint az olaj. És hogyha ezeket az alapdolgokat nem tudjuk az anyagi világ ilyen egyszerű elemeiről, mint a víz, akkor hogyan tudnánk ugyanezt a saját tudatunkról? Mennyire vagy stressztűrő? Mennyire lehet téged feszültség alá helyezni? Mikor váltasz át a tiszta tükrű tó intellektusából a tűz sárkányává, és haraggal vagy szélsőséges kabzsisággal viszonyulsz a külvilághoz? Hol változik át az egyik elem a másikká? És amikor kiégett a tűz, akkor teljesen terméketlen föld marad. Terméketlen, sötét föld, ez a depresszió. Vagy pedig teljesen ilyen higanyszerű fémmé tudod a tudatot tenni. És ez a higany, ez nagyon érdekes, mert akár nagy tömegben még elbírja az ember súlyát is, de szét tud csattani ilyen apró picike kis cseppekre, és a gáz a mérgező.
Tehát a tudat, az emberi lélek mindezeket a tulajdonságokat magában hordozza. Bármivé lehetsz. De csak akkor, ha tapasztaltad igazi önmagadat, azt a H2O-t, ami felveszi a víz, a jég, a gőz, a szuperhideg víz, a túlfűtött gőz, a dér, a köd, ezeket az állapotokat. És amíg láthatjuk az anyagi világban, hogy ezek hogy működnek, a lélek belső kohójában nagyon ritkán látjuk ezt. És ezért mondhatta a Buddha azt a szívszutrában, hogy ha azonosulsz bármelyik létállapotoddal, tudatállapotoddal, akkor nem érheted el az ellobbanás állapotát. Valamilyen tűz mindig ég benned, akár a vágy tüze, a harag tüze, a téves nézetek tüze. Tehát lehetünk a tűz csiholói, de el tudjuk oltani? Nagyon sokszor nem. Sőt, legtöbbször egy ellentüzet gyújtunk, hogy az majd eloltja a másikat. De lángot lánggal eloltani nem tudsz. Úgyhogy a tudatnak az a fajta állapota, amit te szeretnél, az nagyon mély önismeret nélkül nem megy. Ezt az önismeretet csak is ebben a pillanatban szerezheted meg, és erről szól a negyedik negyed, amikor már ennek a szép zenkörnek, amit most elmondtam, nagyon vázlatosan, ennek a 360. foka felé közelítesz, és ekkor oldottad föl a tudatnak az utolsó ragaszkodásait is, ekkor ellobbant már minden, ami az énedhez kötődik, és ekkor tudsz önzetlenül, éntelenül segíteni másoknak, elfogadni másokat, odafordulni másokhoz, és akkor látod a világot éppen ilyennek. Akkor ez a bot nem rövid és nem hosszú, hanem barna és fa. A víz nem sok és nem kevés, hanem iható. A Buddha ezt úgy mondta, hogy az ilyenség birodalma. Szanszkritul tathatá vagy búta tathatá. A zene ezt nagyon gyakran és nagyon előszeretettel használja, mert a világ az éppen ilyen. Ha ismered a működését, akkor jól tudsz hozzá viszonyulni, ha nem, akkor az életed egy sorozatos tömegbalesetnek a látszata. Tehát, hogy mindig valami baleset ér. Mindig valami fátum üldöz. Ez azért lehet, mert nem láttuk át az ok és okozat működését. Nem láttuk át, ahogy a belső és a külső működik. Miért hozok példákat az anyagi világból, és lehetőleg egyszerűeket? Azért, mert a világ működése és a tudat működése ugyanazt a törvényszerűséget követi. Ezt a törvényszerűséget úgy hívjuk, hogy dharma. Ez a jelenség is dharma. A jelenségek összefüggése is dharma. A jelenségek általános működése, mint törvény, az is dharma. És az az eredmény, amit a cselekvésed által, a gondolkodásod által, az érzéseid által te felhalmozol magadban, az a karma. Tehát a világ működésmódja és törvénye, a jelenség az a dharma, és ami következményként és cselekedetként működik, akár itt, 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 vagy bármi más központodban, az a karma. Tehát ok és okozat, hogyha a következmények felől nézed, az eredmények felől nézed, a felgyülemlett szokások felől nézed, az azonosulások felől nézed, ez a karma, és ebből áll össze az én. Annak ellenére, hogy nincs szilárd magja az énnek, nagyon-nagyon konkrét a léte. De nagyon konkrétan tudjuk, hogy mi hol kezdődünk és hol végződünk. És ez nem is baj. Ezt kell tudni. Csak azt kell tudni, hogy ez az én hogy létezik. Ez a lét nagyon-nagyon csalóka, illuzórikus abból a szempontból, hogy mi mit hiszünk magunkra, és valójában mik vagyunk. Tehát a dharmát azért kell megismerni, hogyha az utat járod, hogy az éned működését is megismerd. Pontosan ugyanúgy működik a világ, ahogy te. Csak mi magunkról nagyon mást gondolunk, mint a világról.
És hogyha ezeket az illuzórikus gondolatokat, a saját magunkhoz fűződő ábránt képeket, ezeket eloszlatjuk, akkor elérkezünk a valóság talajára. És ez a valóság, ez nem egy tudományosan, vallásilag, filozófiailag, egyéb módon, valamilyen izmussal körülhatárolt nézettömeg. Ez a te közvetlen tapasztalatod arról, hogy mik vagyunk mi, emberek, mi vagy te, mint egyén, és mi ez a világ, amiben létezünk. Ezt a közvetlen tudást és tapasztalatot nem lehet pótolni semmivel. Ez az utadnak az eredménye. És ahogy a fizikusok kiderítették, hogy ez a nagyon szilárdnak látszó világegyetem, ez valójában egy szélsebességgel röpködő galaxis halmaz. Ahogy kiderítették a kvantumfizikusok, hogy ennek a botnak csak látszólag van szilárd ugye, állapota, ez egy olyan energiagombóc, amelyiknek az a szokása, hogy bot legyen. Tehát kitágítottuk a látszatvilágnak a határait, mind makroszinten, mind mikroszinten, de belülre még nagyon kevesen jutottunk el, hogy az éned pontosan ugyanígy létezik, egy rakás gondolat, érzelem, beszéd, cselekedet, múlt és jelen és jövő egymásra rakódása, tudati ismeret kvantumja, de önálló magva nincs. Önálló olyan létezője, amely meghaladná a mulandóságot, a feltételhez kötöttséget és a hiányosságot vagy tökéletlenséget, olyan magva nincs. Mert minden, ami megjelenik, az el is tűnik. De van egy olyan nézet, van egy olyan tudat, ami nem anyagi minőségű, ami nem keletkezik és nem múlik el, ami létünknek egy olyasféle megfoghatatlan alapja, amely nem különíthető el a jelenségektől, és nem különíthető el az üres tértől. Ebben a pillanatban is jelen van, illetve a múlt és jelen és jövő látszat linearitásában is, a végtelen múltban és a végtelen jövőben egyaránt. És mégis az ember tapasztalhatja igazi, tiszta valójában ezt a lényeget. Annak ellenére, hogy szóban nem kifejezhető, formában nem írható le, és mégis annak ellenére, hogy nem gondolat, nem érzés, nem szó, és cselekedve nem tudod megkapni és megszerezni, annak ellenére tapasztalható. És ha tapasztalod, akkor a tudatod letisztul, mint a tér, letisztul, mint a tükör. És ebben a tükörben minden látszik. Te, a világ, a cselekedeted és eredménye, a múlt, a jelen és a jövő. Mindez egyszerűen ebben a pillanatban a jelenléttel kezdődik. Az én bevezetőm pedig itt végződik. Pontosan ennyi szerintem elég ahhoz, hogy gondolatébresztő legyen, és most várom azokat a kérdéseket, amelyeket föl szeretnétek tenni. Mióta legutóbb találkoztunk azóta, és próbálok arra ezen a zen úton elindulni, de valahogy az elmém az egyelőre erősebb, és nagyon ritkán, nagyon rövid időre sikerül megtapasztalni azt, amit a bottan megmutattál, hogy a mostban és az abban a pillanatban maradni, és egy picit befele fordulni. Ehhez kéne valamilyen segítség, ami tudná tanácsolni, az egyik. A másik pedig, hogy azt kérdezném, hogy észreveszek magam olyanokat, hogy régen, mikor valami nagyon pozitív dolgot jött, akkor így nagyon lelkesedtem valamiért azokért, amik akkor előfordultak, vagy megtörténtek velem azok a jó dolgok. És azt veszem észre, hogy amikor nagyon jó dolgok történnek, akkor sem lelkesedek, hanem így oké, megtörtént. Ez annak a jelenet, amiről beszéltél, hogy sem a rosszat, sem pedig a nagyon jót nem élem át ilyen nagy lelkesedéssel, vagy ez valami teljesen más? A másodikra válaszolok először. Oké. Öregszel. Törekszem, vagy öregszem? Öregszel. Aha. Az első, az nagyon egyszerű. Amikor ugye az ember el akar kezdeni gyakorolni,
akkor mindig valami magyarázatot talál, hogy miért ne. És ha csak nincs egy olyan válsághelyzetben, ami elsöpri ezeket a magyarázatokat, kibúvókat, iszonyú okos ilyen mentális konklúziókat, akkor az ember nem szegődik el annyira a gyakorlat felé, mert egy opció. Tehát amikor a gyakorlat még csak opció, akkor nagyon sok segítség kell. És olyasféle közös gyakorlat, ahol a közös akarat, az egyéni ugye, ítéletalkotást, predispozíciót, véleményezést, azt abszolút fölül tudja írni, és már elég az, hogy jelen vagy az adott csoportban, hiszen tudjuk, hogy miért jöttünk össze. Tudjuk azt, hogy azért szeretnénk gyakorolni, hogy elérjük a tiszta tudatunkat, igazi önvalónkat. Tehát ezért kell a közösség, ezért kell a kitüntetett hely, ezért van szükség a tanítóval való időszakos kapcsolattartásra, mert a hagyomány szerint a Buddha, a Dharma és a Sangha, amely ugye jelzi a tanítót, a tanítást és a tanítványi közösséget, mind a három szükséges ahhoz, hogy helyesen haladhassa az úton. Tehát azt mondod, hogy ugye néha nem könnyű eldönteni és kivitelezni azt, hogy te most meditációt fogsz végezni. Van a másik szélsőség, akinek mindig megy, aki úgy odaül a saját fala elé, mint Bodhidharma a barlangjában. Két hét múlva föláll, olyan iszonyatosan erős véleménye van, hogy rosszabb, mint mielőtt elkezdte volna a gyakorlatot. A legrosszabb, amikor hosszas egyéni gyakorlás után valami átmenet történik, és az illető azt hiszi, hogy már pedig én megvilágosodtam, és ha nem hiszed el, akkor úgy fejbe verlek, mint az atombomba. Hát tudjuk, hogy az ilyesféle attitűd az nagyon messze áll a felébredettől. Tehát azért, mert mondjuk nem gyakorolnánk, vagy azért, mert nagyon gyakorolnánk, de aztán, hogy így érintő irányba ki a normalitásba, ezért és egyéb okok miatt is nagyon jó, hogyha közösségben gyakorlunk, hogyha csoportban gyakorlunk. Más kérdés? Ugye az volt a kérdésem, ugye ez azt mondta, hogy öregszem, és ezért nem lelkesedem. De akkor milyen az állapot, amikor az anyagi világban élsz, és közben történik veled jó is az dolgok, tehát egy megvilágosult ember hogyan reagálja le ezeket az anyagi világban történt dolgokat. Jó, Szentcant, a harmadik pátriárkát idézném. Ő mondta, hogy a nagy út nem nehéz, csak ne válasz és ne szeress. Ha nem gyűlölsz és nem szeretsz, fényesség vár, felhőse lesz. Na most, ez nem azt jelenti, hogy nem érzünk. Érzünk, csak nem azonosulunk vele, nem ragaszkodunk hozzá, de látjuk a tetteink következményét. Tehát látjuk a karmát, de nem azonosulsz vele, és nem ragaszkodsz hozzá. Ekkor, ha valaki szomorú, akkor te is szomorú vagy, viszont mivel te nem ragaszkodsz, ezért meg tudod vigasztalni. Az az ember, aki a végletekig sajnálja önmagát, az nem tudja megvigasztalni önmagát, pont az önsajnálata miatt. Tehát a tudat nem mozdul, de mégis cselekszik. Nem ragaszkodik, de odafordul és kölcsönhat. Tehát ezt így egyszerre, ezt hívták a kínaiak a régi taoista szakifejezéssel, nem cselekvő cselekvésnek. Tehát nem mozdul a tudat, az eredeti tudatod nem mozdul, de mégis tökéletesen beszél, cselekszik, és a többi, és a többi. Érez. Sőt, mivel nem mozdul rá, nem azonosul vele, nem feledkezik bele, sokkal, de sokkal pontosabb. Sokkal jobban tud segíteni. Sokkal jobban leképzi azt, ami a másikban van. A tükör példájával szeretném ezt elmondani. Mindenkinek van egy tükre. Vagy kicsi, vagy nagy, de tükre az van. Bemész, és elé állsz. És képzeld el, milyen iszonyatos ciki lenne, hogyha a tükör előtt nem jelenne meg semmi. De te ott vagy. Bemész a tükörbe, és semmi nincs. De te látod a tükröt. Meg kéne jelennie a fizimiskámnak, és nem jelenik meg. Hát ez, ez nagyon kemény. Ezt hívjuk az ürességhez való ragaszkodásnak. Ha ez valakin elhatalmasodik, ez nagyon-nagyon sokat és nagyon rosszul kell gyakorolni, hogy ez legyen,
akkor a következőt hallja néha a külvilágtól. Hozzád beszélek, nem zavar? Tehát semmi nem megy be. Tehát ez tényleg az ürességhez való ragaszkodás. A tükör esetében ez úgy lenne, hogy eléállsz, és nem mutat semmit. A formához való ragaszkodás az meg olyan, hogy eléálltál így, egész a lakosba, felvetted a nyakkendőt, az öltönyt, a mindent, elmentél, becsukod az ajtót, de még mindig a tükör mutatja a képedet. És akkor bemegy a feleséged a szobába, és mondja, drágám, mi történt? Len voltál az autónál, és még a tükörben itt látszol. Na, ez is nagyon cikornya, mert akkor a tudat ragaszkodik valamihez, egy olyasféle, ami már illúzióvá vált. Te nagyon konkrét vagy, itt és most. De a tükör, ha ragaszkodik a korábbi képedhez, akkor illúziót csinált belőled. Mert te ott valójában nem vagy, csak a tükör mutatná úgy, ha ilyen nagyon tudatzavaros tükör lenne. Van az úgynevezett szennyezett tudat. Ez pedig egy olyan állapot, amikor valaki, mondjuk most a hölgyekkel fogom szemléltetni, ezért elnézést kérek, a hölgyek közül ugye nagyon sokan így kirúzsozzák magukat a kis tükrük előtt, így megnézik, és akkor egy rúzs. Rendben van? Rendben van. Na most, hogyha párjuk nincs otthon, és mondjuk ugyanezt a tükröt ő is használja, akkor esetleg adnak egy puszit a tükörnek, majd a párjuk hazajön, és megnézi, hogy jaj, bizony szeret engem. Igen, ám csak, hogy a tükör, amíg az a rúzspuszi ott van rajta, azon a ponton semmit nem tud mutatni, ha elé teszel bármit, magadat, a macskát, a kutyát, a nagyit, akkor is csak azon a részen a rúzspuszit fogja mutatni. Oké? Ezt hívjuk hamis azonosulásnak. Tehát te gondolsz magadról görcsösen valamit, azt bebeszéled magadnak, hogy te már pedig csak is az vagy, és nem vagy hajlandó látni a valóságot, hogy itt és most éppen mit csinálsz, mit mondasz, mit érzel. Aztán a következő, képzeljük el, hogy amikor a tükör elé állsz, akkor a belőled áradó energia az a tükörre hatással van. Például, hogyha nagyon dühösen mész haza, akkor így benyomja a tükröt, mert elkezd tőled félni. Ez az olyasféle dolog, amikor megijedünk a saját érzelmeinktől. Vagy vágyad van, és akkor a tükör meg elkezd hozzád így görbülni erre. Ugye? Mint az elvarázsolt kastélyban. És hogyha sokkot kaptál, és odaálltál a tükör elé, akkor a tükör össze tud törni. Mert a rajtad átmenő sok, az összetöri a tükröt. Ez akkor következik be, hogyha olyan hatás éri a tudatodat, amit nem tudsz elviselni, ekkor tudunk szétesni, ekkor tudunk darabokra törni, és ebből összerakódni nagyon-nagyon nehéz. Ez néha hetek, néha hónapok, néha évek. Ez a tiszta tükörszerű tudat, ez a tiszta térszerű tudat, ez sohasem tűnik el, csak tele van különböző torzulatokkal, szennyeződésekkel, maradványkarmával, vágyjal, haraggal, és ezeket a torzulatokat, szennyeződéseket és egyebeket visszük tovább. A tükör mindig ott van, a tiszta tér mindig ott van. Csak elfelejtjük. Helyette ezekre a torzulatokra, szennyeződésekre, egyéb dolgokra összpontosítunk, amelyeket végig mi hoztunk létre, mi engedtük meg, mi csináltuk, de elfelejtettük. Nagyjából úgy, hogyha eldobsz egy bumerángot, és ez megkerüli a víztornyot, akkor a víztorony profiljában nem látod, de attól az még visszajön hozzád. Ha a víztorony több életnyi vastag, akkor nagyon elfelejted, hogy azt a bumerángot te dobtad el. Tehát így működik ez, kérem szépen, a tudatunkban, és a zen semmi más, mint ezeknek a szennyeződéseknek a megszüntetése. És visszavezetése abba az állapotba, amikor a szennyezet és a tiszta lényegében nem különbözött. De csak lényegében nem különbözik. Jelenségében nagyon különbözik. Nagyon különbözik a tiszta szoba és a mocskos szoba. Nagyon különbözik, hogy vidd ki a bilit, vagy itt ki a bilit. Ezt tudjuk, ez nagyon-nagyon más. De a lényege mindezen jelenségeknek ugyanaz. Mint hogy nagyon más a gőz és a jég, azért H2O-ból van mind a kettő. Hogy, és az, amikor az ember azt veszi észre, hogy a stressztűrő képessége
növekszik, az is az öregségnek a jele? Nem. Vagy... Az a tudat állóképességének a jele. Nagyon sok öregedő embernek romlik a stressztűrő képessége. Az egy vicc volt az előbb, nehogy komolyan vedd, hogy öregsz-e. Megvártam a reakciódat. Nem is fogtam fel, azért jöttem még a kérdésében, mert nem értettem azt, hogy most akkor elvizetnék, mi a dolgom, tényleg. Nagyon jó. Jó elvitti a mánlásba. Sikerült. Jó tanítvány vagy. Úgyhogy ez volt a cél akkor, ez volt a cél akkor, igen. Úgyhogy az a helyzet, hogy a tudat gyártja le ezeket a reakciókat, hogy tetszik, nem tetszik, akarom, nem akarom. És ezek mind rendben vannak, csak a tiszta tükröt tartsd meg, ha nem, akkor ezek a torzulatok ki tudnak alakulni. Tehát a reaktív tudat, amit említett, hogy régebben még nagyon lelkes voltam, régebben még nagyon akartam, vagy nem akartam dolgot, vagy nagyon hárítottam dolgot, mert az a lelkesedésnek az ellenpontja, amikor elhárítom, hogy ezt már pedig nem. Ugye? Amikor ez van, akkor a tudat még nagyon-nagyon komoly görbékben gondolkodik. Ezt szeretem, ezt nem szeretem. Ez én vagyok, ez nem én vagyok. Mi a dolgom? Dolgom van vele, vagy nincs? Dolgom van ezzel a személlyel, vagy nincs? Ha igen, akkor szuper módon simítsak ki mindent, vértezzem föl magam az esetleges záporeső ellen, esernyő, stb. És akkor dolgozom azzal az illetővel, vagy dolgozom azon a helyen, működöm abban a csoportban, és egész addig, ameddig úgy érzem, hogy ott dolgom van. És ez nem csak itt, itt is, a szívben. Így már azért kapcsolható, nem? Kijöttünk a vállásba egy kicsit? Lehet ki ilyen? Ja. Kezdek így jönni. Majd ott lesz a medve a mállabokor túloldalán, majd figyelet. Köszönöm. Előbb arról volt szó, hogy a lelkesedéssel kapcsolatban, hogy ez a nem cselekvő cselekvés, illetve ez a távolság tartással való szemlélés, és ha jól vettem ki a szavaidból, akkor ezt tartottad egy ilyen követendő viselkedés formának. Kérdésem az lenne, hogy én így pszichológiával kapcsolatban így találkoztam azzal a témával, hogy ez az azonosulás, távolságtartás, ez az asszociatív, illetve diszociatív állapot, hogy például egészen más mondjuk egy hullámvasúton rajta ülni, illetve hogy távolról szemlélni. És a kérdésem az lenne, hogy nincs az életben szükség arra, amikor ezt az asszociatív állapotot kéne megélnünk, mikor ezt a távolról való szemlélést valamelyest félre kéne vetnünk, mert nem lehet-e, hogy esetleg olyankor tudunk motiváltak lenni, amikor valamit átélünk, valamit, egy célról kitűzünk valamit magunk elé, és azt az elérendő célt így vizionáljuk magunknak, elképzeljük. Tehát azonosulunk vele, jobban átéljük, hogy ez az azonosulás, erre van-e szükség az életben, mennyire fontos ez? Van rá szükség, ez egész biztos, csak én mindig az alappal kezdem, azzal a legbiztonságosabb és legalapvetőbb magatartással, amivel egyszer nem követhetsz el hibát. Tehát ha te úgy döntöttél, hogy felülsz a hullámvasútra, mert megnézted, és láttad, hogy az így lemegy, és hallottad a boldog sikongatást, akkor felültél rá, és boldog vagy. De ha nem nézted meg, és nem láttad, hogy le és fölmegy, mert hirtelen ott jöttél ki a jegypénztár előtt, és csak megvetted a jegyet, és nem tudod, hogy hogy működik, és fölülsz, és kidobtad a taccsot, akkor viszont az asszociatív gondolkodással hiba van. Tehát az asszociatív és a diszociatív, ez nem egészen párhuzamos az azonosuló és az elkülönülő vagy leválasztódó gondolkodással. Miért? A mi meglátásunk szerint, amikor te a tudatodban elképzelsz valamit, és azzal a képzettel azonosulsz, az már azonosuló gondolkodás. Oké? És ez az azonosulás, ez az én csináló. Ezt később te kiéled odaként. És amikor ez az azonosulás elkezd terhes lenni, stb., akkor megpróbálunk leválasztódni róla, de nem sikerül, mert fogod magad, és elképzelsz egy másik dolgot, amivel megint csak azonosulsz, csak az úgy tűnik, hogy frissebb, jobb, másképp működik, más eredménye lesz, stb. És miért tanítom ezt a tükröző
leválasztódó, de mégis egyé váló magatartást, ugyanis egyé válsz a másik tudatállapotával. Egyé válsz a másik tudatállapotával. Tehát amikor másik ember szomorú, te is az vagy, de nem azonosulsz vele. Viszont tökéletesen tükrözöd. De azt gondolom, hogy ebben, amit mondok, megvan mind a kettő. Viszont az ént kivettük belőle. Tehát, ha valaki szomorú, megvigasztalom. Ha valaki éhes, enni adok neki. Ha valaki szomjas, inni adok neki. De ha álmos vagyok, lefekszem. Ha fáradt vagyok, alszom, stb. Stb. Tehát ezek mind megvannak, és egy adott pillanatot, ha kimerevítesz, akkor el tudod nevezni a tartalmát asszociatívnak vagy diszociatívnak, de magát az ágenst, az alanyt azt nem, mivel nem szilárd egóképpel dolgozunk. A nagy paradigmatikus különbség nyugat és kelet pszichológia és meditáció között az az, hogy a nyugati énkép a szilárd. Tehát az ego létét nem vonja kétségbe. Egyik bécsi iskola sem. Viszont kelet azzal indít, hogy az egoitásod illúzió. Azzal indít, hogy az én eredetileg nem létezik, csak összeállt test, érzés, érzékelés, akarat és tudatosság az öt szkandából, az öt személyiségépítőből. Viszont sajnos még odáig nem jutottunk el a tudat kvantumfizikájával nyugaton, és ez nem fizika természetesen, hanem a tudat bizonyos irányú szemlélete, hogy az énséget, mint illúziót azt kulturálisan elfogadhatóvá tegyük és bevezessük. Nagyon sok mindent felborítana. Azt csináljuk nyugaton, hogy a keleti tanok és filozófiák alkalmazható mondataival szépen pecselgetjük, foldozgatjuk azt a korsót, ami már rég eltörött, amiből már rég szivárog a víz. Nem merjük azt a korsót visszavinni a fazekashoz, hogy gyúrd már be, légy szíves, az agyagba, és akkor abból a korsóból ismét egy ilyen formátlan, nyers agyag lenne, képzeljük el. És utána pedig gyúrjunk egy újabb korsót belőle, amelyeknek mondjuk már áttetsző a fala, amelyeknek lehet 10 000 füle, de eredetileg egy füle sincs. Tehát bárhol megfoghatod. Bárhol megnyílhat, és bárhol bezárulhat. Na ez nem fix, de mégis működik. Tehát ha azt mondod, hogy az én szilárd módon létezik, akkor az hiba. 30. De ha azt mondod, hogy az én egyáltalán nem létezik, és csak üresség van, az is 30. Tehát arra kéne nyugaton rájönnünk, hogy ahogy a gondolkodásunk vezérli a tudatunkat, a világ nem úgy létezik. Tudunk korlátozott mértékben a gondolatunk függvényében teremteni. Ezt tudjuk. Kigondolom, megcsinálom. Kigondolom, megtörténik. Megérzem, megtörténik. Érzelmileg tételezem, és akkor az az érzés az valósággá válik. Ez ismerős, ugye? Bejön valaki nagyon mufurc módon, és te folyamatos együttérzés hullámokat bocsátasz ki magadba. És nem szólsz egy árva szót sem. Ismerős. És akkor egyszer csak fogja magát a mufurc, és így felvidul. Kisgyerekekkel nagyon sokszor van így. Nem akármit mondasz, nem lehet őket megvigasztalni. Egy kis érintés, egy kis együttérzés, az a nyom. És akkor jól vannak. Tehát ez az érzelmi teremtés. Oké? Okay? De ha azt mondod, hogy ennek van szilárd magja, ha van egy olyasféle nem átalakuló, nem változó, ide-oda inkarnációkon keresztül mászkáló szilárd egoitás, na ez hiba. De azt mondod, hogy semmi nincs, és lélek sincs, és tudat sincs, és így ez az én tudat sincs, az is nagyon nagy hiba. Tehát nem az én létével van a baj, hanem azzal van a baj, hogy nem értjük a létmódunkat, nem értjük az énünk működési módját. Nem látjuk azt, hogy ez miből áll össze. Nem látjuk azt, hogy alapvetően szabadok vagyunk az egoitásunktól, de valamilyen módon működnünk kell, tehát kell beszélni, látni, hallani, szagolni, tapintani, ízlelni, gondolkodni, érezni, cselekedni. Ez mind kell. Hogy ezek hogyan függnek össze, hogyan állnak össze az én képzetévé, ezt nem látjuk át. És azt gondoljuk, hogy hát ego sum, én vagyok, na de hogy? Hát te hogy? Nagyon rosszul vagyok, borzasztó rosszul vagyok. Azért vagyok rosszul, mert nem ismerem önmagam. Attól vagyunk a legrosszabbul. És attól van ez a diszociatív dolog, ami enged meg a pszichológiában és a meditációban két teljesen külön dolgot jelent. Ha azt mondom, hogy leválasztódom és nem ragaszkodom,
az nem meríti ki a diszociáció fogalmát. Ugyanis a diszociatív tudat az leválasztódik a világról, és önmagában merül el. És ez bizony az elmebajnak a kezdete. Tehát a tudat zavarnak a kezdete, amikor egy belső világot tételez, és inkább annak az igazságát keresi, semmint az egyé vált tudatot, ami a világgal egyé válik. Az asszociatív sem egyértelműen azonosuló. Tehát párhuzamos ez a két jelentés, de nem egyeznek meg. És én mindig arra lelkesítek lelkes meditátorokat, per lelkes pszichológusokat és terapokat, akikkel különböző karmikus csalafintaságokon keresztül mindig volt dolgom, tehát nem lep meg, hogy megjelensz itt a hallgatóság soraiban, és nagyon örülök neki, hogy tessék rendszerében átlátni ezeket. Tessék paradigmatikusan fölfogni ezeket, és működésükben. És akkor nem lesz, hogy hát ennek az autónak nagyobb a kereke. Jóval nagyobb. De mit keres az a 24 colos hatalmas nagy abroncs, a másikon meg csak 16? Hát lelkem az egyik egy terepjáró, a másik pedig egy városi kisteher. És akkor meglátom, hogy a rendszerek ezt és azt kívánják meg. És akkor az egészet működésében és egészében fogom látni. Nekem a kérdésem a dharmával, illetve a karmával kapcsolatban merülne fel még hozzá. Az, hogy ugyebár a világ szabálya az a dharma, ugyebár az a tudat, nem szabály, a működési mód. A szabály kötözően mit csináljuk? 40-tal parkolni tilos, meg ilyenek, mond. Az a buddha tudat, amelyben belecsatlakozik, az, vagy, hogy is mondjam, megéli a meditáció során, az dharma típus mutat, vagy tehát az dharma, vagy nem ebben a tekintetben? Hiszen az is egy olyan létező valami, ami ugye bár valamiféle módon megjelenik a világban. És illetve az, hogyha ezt a dharmát valaki megéli, és ez alapján cselekszik, az karma lesz, vagy dharma? Hogy szoktad a hamburgert tenni? Mustárral, vagy ketchuppal? Nem lehetek hamburgert. Milyen jó? Tehát az ok és okozatot azt lehet a törvényszerűségek útján szemlélni, akkor ez egy dharmikus ugye, látásmód. És lehet azt mondani, hogy már pedig itt a következmények azok kérem vannak. És akkor ez volt ez az eredmény szemlélet. Tehát a működés szemlélet inkább a dharma, az eredmény szemlélet pedig inkább a karma. De azért kérdeztem, és akkor vegyük inkább a nem húsevő hasonlatot, hogy megkenheted a kenyeret vajjal vagy margarinnal, de akkor is megeszed. Tehát akkor is éljük az életet, hogyha úgy szemléljük, hogy dharma, úgy szemléljük, hogy karma. Akkor is, ha sors, akkor is, ha út, akkor is, ha végzet, akkor is, ha szabad választás. Akkor is, ha meghatározott és feltételhez kötött lét, és akkor is, ha szabad akarat. Ez így nagyjából összerántottuk a top filozófiai fogalmak 10 legnagyobb paradoxonját. Ezeken köteteket írtak, írkáltak, és néha törték az agyukat nagyon komoly filozófusok. És inkább azt kéne megnézni, hogy ellentétekből épül fel a világ, ellentétes fogalmakban gondolkodunk, olyan érmeket gyártunk, amelyeknek két oldala van, nem több, és pontosan ezért ezek a paradoxonok valamilyen erővonalat mutatnak, és ezeket az erővonalakat kellene látnunk. Például látni azt, hogy valamilyen módon működünk, működik ez a világ, és hogyha ennek a működésnek irányt szabunk, akkor ez megfelelő eredményt hozhat. Itt a dharma és a karma önálló szemléletét és egységes szemléletét hallhattad. És akkor akár margarin, akár vaj, jó az a kenyér. Margarinnal vigyázz, hogy mi van. Egyéb kérdés bárkinek? Ott, Ági, mond. Hogy volt szó a célról, meg az oda vezető útról, hogy szeretnénk ilyen is olyan jó valakik lenni. És hogyha mondjuk ez egy olyan cél, amivel segíthetünk másokon, akkor is honnan tudom el, hogy jó úton járok-e hozzá? Két nagyon fontos visszajelzés van. Az egyik belülről a lelked. Most mondd meg, amikor rossz döntést hoztál, így visszanézve, nem volt valami kis tűszúrás akkor itt, vagy itt belülről, hogy Ági, ezt ne. Vagy egy kérdés belül, hogy tényleg? Ezt akarod? Tehát ezeket a hangokat mi olyan könnyen hazavágjuk,
Micsoda? Hát én ezt akarom. Igen. És mi lesz a következmény? Hova jutsz? Tehát ez az első. Tehát a nagyon finom, intuitív, lelki visszajelzések, ezek mindig ott vannak. Általában nagy ívben elkerüljük őket. És letakarjuk valami oksággal, valami érzékszervi hatással. Teljesen ezeket, ezt a nagyon finom, intuitív réteget, ezt olyan vastagon letakarjuk a saját karmán guánójával, hogy egyszerűen szóhoz nem jut. Ott vinnyog szegényke a pincében. A másik, hogyha a külvilág. A külvilág az néha nagyon-nagyon furcsa visszajelzéseket tud adni, de ha a tudatod tiszta, akkor megálltod, hogy mi a zaj és mi a jel. Ha te az utadon szeretnél járni, de folyamatosan a falnak mész, akkor biztos, hogy a fal az nem elfogult veled szemben, hanem tényleg neki mentél. Magyarul, ha akadályokat tapasztalsz, és olyan akadályokat, amelyek figyelmeztető jellegűek, akkor azokra oda kellene figyelni, hogy valóban mit jelentenek ezek. De a célt az csak módosítani, és nem az egészet föladni. Tehát módosítani esetleg az elérésének a módját. Módosítani a célban lévő dolgokat, az összetételt, hogy valójában mit akarsz elérni. Az ember egy bonyolult lény, és nagyon sok mindent kitűz magának, hogy úgy egyszerre legyen úgy minden. Lehet, hogy nem kell annyi mindent egyszerre elérni. Lehet, hogy egy hierarchia, egyfajta fontossági sorrend, az leegyszerűsít és letisztázza az ember életét. És hogyha azokat a fontos dolgokat, vagy azt az egy fontos dolgot, vagy az egy fontos személyt megtartja, akkor abból következik a többi. Tehát belső visszajelzések és külső visszajelzések egyaránt vannak, de tiszta tudat nélkül nem fogod fel őket, vagy csak részben fogod fel őket. És hogyha tiszta a tudatod, akkor pontosan azt a jelt látod, ami az okozatiságot mutatja, és összhangban van a valósággal, és az illúziónak a zaját azt ki tudod szűrni. És ez az emberekre is igaz. Nézd meg az emberekkel folytatott párbeszédeid nagy részét. A párbeszéd hány százaléka tény? Akár belső, akár külső tény. És hány százaléka szól arról, hogy a másik el akar veled hitetni valamit? Vagy magát akarja igazolni, vagy magát akarja elfogadtatni, vagy biztonságot akar szerezni. Tehát ekkor a beszédnek az értéke így megy lefele. Mert érzed, hogy nincs valóság alapja. Zaj lett a beszédből, ahelyett, hogy jel lenne. És ehhez kell ez a tiszta tudat, ami működik mindenhol, kívül is, belül is, mert eredetileg nincs külső és belső. Ez a tér, ez nem áll meg itt. És nem kezdődik ott, meg ott, meg ott. Ezt a teret nem határolja a fal. Úgyhogy, amikor a tudat tiszta teréről és tiszta tükör természetéről beszélünk, pontosan ez az áloga annak, hogy ezeket a visszajelzéseket belülről is, kívülről is pontosan úgy fogod, ahogy az a dharmával, a világ működésével, és a karmával, a cselekvés eredményével és a forrásával megegyezik. Az a vicc, hogy a cselekvés eredménye egy újabb cselekvés forrása.